Köszöntöm a Moson Magyaróvár televízió nézőjét, záró részéhez érkezett a Hírháttér, azon külön kiadás, amelyben a helyi polgármester jelölteket mutatjuk be. Utoljára a szavazólap szerint negyedik helyről érkezett hozzánk Árva István polgármester, aki jelenleg is polgármester, és hetedik ciklusára készülne, ha kap felhatalmazást, harmadikra polgármesterként. Mégis arra kérem, hogy mutatkozzon be pár szóval a televízió nézőknek. Nem akarok unalmas lenni, mert ezt már valóban nagyon sokszor megtettem, de azért annyit mindenképpen hadd mondjak, jó? Tehát egy olyan biztos családi háttér nélkül, mint ami mögöttem is van, nem nagyon lehet 7 ciklust, igazából csak 2 polgármesteri eltölteni az önkormányzatnál. Erika, a feleségem kezdetek óta támogatja ezt a törekvést, és nem nézte rossz szemmel, amikor 20-valány év után feladtam az ügyvédkedést ezért a ugyancsak hivatásért, mert én hivatásnak tekintem a polgármesterkedést is. És hát elnézte azokat nyilván, amikor az ember nem emberi időben, szombaton, vasárnap, vagy késő időpontokban rendezvényeken vett részt. A gyerekek most már lassan kirepülnek, nagyobbik lány Budapesten, a középső fiú éppen családalapítás előtt áll, a kicsi még a gimnáziumba jár, tehát igazából ők adják ezt a biztos hátteret számomra. És ha a 7 ciklus nézzük, amiben eltelt az embernek az életének a nagyobbik része, akkor azt tudom mondani, hogy igazából az embernek Moson-Magyaróvár valóban egy olyan központi helyet foglal a szívében, ami eltagadhatatlan. Minden gondolatom ez alatt az időszak alatt az volt, hogy mit tehetnénk jobbá, szebbé. Próbáltam erre rávenni a kollégáimat is, mindenkit arra ösztönözni, hogy a maga helyén, a maga szerepébe maximumot nyújtson. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, hogyan mutatná be a szervezet értékrendjét a választásokra? Hát én úgy látom, hogy a városban a Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai szervezet, amely még őrzi az eredeti arcát, megfelelő méretű tagsággal rendelkezik, tehát idézőjelben megvan az a politikai súlya, ami egy kiszámíthatóságot ad akár a polgármesternek, akár a képviselőjelölteknek. Ugye az a helyzet, és ezt a hosszú idő alatt így látom, amikor eltűnnek a politikai szervezetek a szintéről, akkor gyakorlatilag a kiszámíthatóság is eltűnik a helyi politikából. Egy magánembertől nem várható el kiszámíthatóság. Legyen az akár egy civil szervezet tagja is. Ő egy magánszemély, akit az érzelmei, éppen a benyomásai vezetnek. Nem áll mögötte egy rendező erő, ami beszorítja őt egy olyan utcába, ami kiszámíthatóvá teszi a ténykedését. És ez nagyon hiányzik szerintem az országos politikából is, és lassan a helyi politikából is kiveszik. Milyen választási programmal készült az idei szavazásra? Hát a választási program egyszerű, és ezt ennyi idő után most már nem is nagyon kell részletezni. Én úgy szoktam mondani, valaki ezt nagyon szépen megfogalmazta régebben, hogy a siker útja mindig építés alatt áll. És valóban úgy tűnik számomra, hogy amióta lehetőséget kaptam, és ez egy nagyon komoly 10 év volt a ilyen szempontból az életemben. Mód és lehetőség nyílt arra, hogy valóban megmutassuk azt, hogy mire képes ez a város. Építkeztünk, valóban. Tehát 10 éven keresztül permanensen építkeztünk. Megpróbáltuk kihasználni azokat a lehetőségeinket, amit a város adott, meg azt, amit az Unió, meg azt, amit a központi kormányzat. És folyamatosan építettük, szépítettük a város. Nem fogom most végigsorolni bölcsödétől, az óvodán át, az utakon, a sportcsarnokon, a futurán, minden egyébben. Benne voltam minden olyan komoly építkezésben, amiről azt tudom mondani, hogy ha ezt tovább tudja folytatni ez a város, akkor igenis helye és szerepe lesz ahhoz, hogy valaha a 2 megyejogú város mellett, tehát Győr meg Sopron mellett ennek a régiónak egy igazi központja legyen. Van olyan, amit megbánt, vagy máshogy csinált volna egy utólag visszatekintve az elmúlt 10 évből? A kezdetén még sokkal türelmetlenebb voltam. Ugye ezt látom azért a hozzászólásokból is adott esetben, hogy a magánember türelmetlen. Azonnal akar mindent, a hibákat mindig másnak rója fel, én is ilyen voltam a kezdetén, és ezért a kollégáimat is
hogy mondjam, erős presszió alatt tartottam. Ahogy idősödik az ember, be kell látnia, hogy mindez idő kell. Nem túl sok idő, de megfelelő mennyiségű időt kell biztosítani arra, hogy a folyamatok rendbe zajlanak. És ezért mondtam, hogy nagy szerencsém van ahhoz, hogy ezt a 2x5 éves ciklus, tehát 10 éves ciklusban pontosan az derült ki számomra, hogy az ötlet megvalósításától a kivitelezésen át a használatba vétel utáni működésig, ha az ember le tud követni egy folyamatot, akkor nagyon sok olyan tapasztalatot tud szerezni, amit egy 4 éves ciklusban nem lehet, nem létezik megszerezni, hisz ezek a folyamatok általában, ha komoly beruházásokról, építkezésekről beszélünk, vagy akár olyan típusú elhatározásról, mint a ciklus kezdetén, mondjuk a magyaróvári belváros közlekedési rendjének az újraszabályozása, ez nagyon hosszú idő kell, hogy ez bebizonyítsa a létjogosultságát, és visszaigazolja azokat az ötleteket, amik felmerültek. És ez a 10 év erre kiválóan alkalmas volt. Ha újra mandátumot kap a szavazóktól, akkor mi vár ránk az ön, illetve a mi következő 5 évében? Hát én büszke vagyok erre a nyugodt építkezésre, megmondom őszintén. Egy Mosonmagyaróvár típusú városnak folyamatosan fejlődnie kell. Tehát ahhoz, hogy egy járásszékhely, kis település, kisváros megtartsa azt a státuszát, amit Mosonmagyaróvár elért, ez elengedhetetlen. Követeli azt, hogy a magánérdekeket összeegyeztessük a közértekkel. Ugye az önkormányzat önmagában nem tud minden feladatot felvállalni és megoldani. Azok a magánérdekek, amik akár a gazdaságfejlesztés, akár a területfejlesztés oldaláról jelen vannak, viszont folyamatos egyeztetést igényelnek. Ezt szerintem nagyon jól elvégeztük az elmúlt 10 évben, ezt folyamatosan karba kell tartani. Ha ebbe a rendszerbe zavar van, a gazdaság szereplői, a beruházók úgy érzik, hogy itt nincs biztos talaj a lábuk alatt, akkor kikerül egy olyan szegmens a város fejlesztéséből, amit az önkormányzat önerőből pótolni nem képes. Úgyhogy ez egyik nagyon fontos vívmány ennek az utolsó évtizednek, ezt szeretném mindenképpen megőrizni. Egyébként egy város folyamatos építés alatt áll, és ezt minden szempontból mondom. Akár a közösségépítésben, akár a városszépítésben, akár a gazdaságfejlesztésben közös érdekünk, hogy ez folyamatosan menjen. Itt biztos munkahelyeken jó béreket lehet keresni. Az ingatlanok értékei folyamatosan emelkednek, a bérbeadott lakásokére elkérhető bérleti díj egyre magasabb, tehát igazából a mosonmagyaróváriak azt gondolom, hogy egy olyan privilegizált helyzetben vannak, amit meg kell őriznünk a számukra. Vannak olyan kényszerítő körülmények, amik olyan lépéseket igényelnek, amit jelenleg a város önmagában nem képes megoldani. Itt van ez a folyamatosan növekvő mobilizációs igény. Tehát mindenki mobil akar maradni, mindenki autóval akar közlekedni, azonnal és bárhova eljutni, akár a tömegközlekedéssel. Ezért ezek fokozott feladatot rónak a városra. Tehát van egy északi elkerülő útterve a városnak, amit komoly lobbyerővel, állami támogatással fogunk tudni csak megoldani. Ezt a lobbyerőt fenn kell tartanunk, ezt az igényt előbb-utóbb ki kell elégítenünk, sok milliárdos beruházásról van szó. Azokkal a feladatokkal viszont, ami a városnak testhez álló, ami megfelel a méreteinek, megfelel az erejének, azt gondolom, hogy idáig és a jövőben is meg tudunk felelni. Ha már az építkezésről beszéltünk, akkor a városi tanúszoda kérdése is egy fontos téma a helyi közösségi médiás közbeszédben, és hogyha már itt van, akkor mondja el a polgármester úr, hogy ennek mi ezzel mi lesz az a torzóval, lesz-e folytatása, hogyan tovább? Azért hadd bocsássam előre, és nem védekezésképpen. Tehát a polgármester a saját hatáskörében hozott döntéseiért, az önkormányzat döntéseinek a végrehajtásáért felel. A tanúszoda egy típusú döntést igényelt az önkormányzattól, szeretne befogadni Mosonmagyaróvár állami építésű tanúszodát a városba, vagy nem szeretne. Annó meghozta az önkormányzat azt a döntést, hogy természetesen szeretnénk, hisz mindenki tudja, hogy a Móra iskolában működött valamiféle tanúszoda, amihova hordtuk a gyerekeket, és természetes módon szerettünk volna bekapcsolódni ebbe az állami tanúszoda építési programba, ezért az önkormányzat ingyenes telket bocsájtott rendelkezésére ennek a projektnek.
Az, hogy ez a projekt miért nem és hogyan alakul, azért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik. Persze nyilván a lobbyerőt az országgyűlési képviselőn keresztül és mindenki máson keresztül, mi is, csak úgy, mint egyébként több más település, ahol ezek a projektek nem megfelelően működnek, mi is megtesszük. Úgyhogy a legutolsó információm az, hogy az újólag kiírt közbeszerzés eredményre vezetett, viszont forrásigénnyel, forrás szükséglettel kell azt a kormány elé terjeszteni, hisz a legolcsóbb árajánlat is meghaladta a becsült értéket. Hogyha ezen a héten csütörtökön megfelelő döntés születik, magyarán a potlógos forrás biztosításra kerül, akkor ki lehet hirdetni az új közbeszerzés győztesét, és akár még június elején megindulhat újra az építkezés. Én azt gondolom, hogy ez a korrekt hozzáállás egy városvezető részéről, tehát az, hogy kifejeztük a szándékunkat egy tanúszoda projekt befogadása iránt, azt hiszem ez egy jó döntés volt. Az, hogy azóta minden fórumon megpróbáljuk ezt a közbeszerzések útvesztőibe bicsakló vagy botladozó projektet előrehajtani, azt hiszem, hogy ez pedig természetes kötelezettségünk. Végezetül arra kérném polgármestert, hogy mondja el, hogy miért menjenek el szavazni a választópolgárok a választás napján, és hogy miért önre szavazzanak. Hát ez egy jó kérdés, úgyhogy amit idáig elmondtam, azt hiszem, hogy az érv amellett is, hogy azt a szlogent, amit a zászlónkra tűztünk, azt teljesíteni is fogjuk. Tehát nekünk ez nem ígéret, meg nem légből kapott ötlet, hanem egy nagyon régóta kidolgozott rendszer. Azért látni kell, itt a polgármester van mégiscsak a választók homlokterébe, de mögöttünk azért csak nem 1000 ember dolgozik még az önkormányzat ilyen-olyan intézményeiben. Ezek az emberek is elvárják azt, hogy legyen egy biztonságos és egy normális működés, egy önkormányzati biztonságos működés. Nagyon nem szeretném, hogyha szétszakítaná az önkormányzati működés szövetét, egy olyan fajta politikai dulakodás, ami senkinek nem jó. Egy erős, okos, a munkát beletenni képes ellenzéktől nem félünk. De egy kiszámíthatatlan, egy program nélküli, csak a negatívumokat és a hiányosságokat soroló ellenzéki magatartással nem tudunk azonosulni. Az én kollégáimat az önkormányzatban, a képviselők nagyon hosszú idő óta bizonyítják, hogy képesek együttműködni a város érdekében, és ennek tudom be azt a békés építkezési periódust, amit szeretnénk még folytatni. Ezért kérem azt, hogy szavazzanak. És van még egy indoka. Ugye azért Európai Uniós választások is lesznek. Az Európai Uniós választásoknak is van bizonyos tétje. Olyan tétje ráadásul, ami mindenkinek az életét alapvetően befolyásolhatja. Amit röviden úgy szoktak mondani, hogy háború vagy béke, ennyire nem egyszerű a dolog, és a fiatalok számára nehezen is átlátható, hogy valaha megtörténhet ilyesmi. De azért gondoljunk bele, az ukrán fiatalok meg az orosz fiatalok számára sem volt ez magától értetődő dolog. Úgyhogy azok, akik hallottak vagy átéltek már ilyen borzalmakat, azok joggal félnek attól, hogy egy karcsörtetős unió nem szolgálja a békés építkezésnek az érdekeit, és azt kérem mindenkitől, hogy hadd legyen most Magyarországnak, nem most Somogyaróvárnak, de Magyarország nagyobb szava abba, hogy ez a konfliktus ne terjedhessen ki Somogyaróvárra, és ezen belül erre a régióra. Köszönöm szépen dr. Árva Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ezzel véget ért külön kiadás sorozatunk itt a Hírháttérben, melyben a közelgő önkormányzati választások kapcsán mutattuk be polgármester jelöltjeinket. Köszönöm szépen, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, keressenek social media felületeinken. Viszontlátásra, viszontlátásra.